Így néz ki jelenleg a Kisvárdai Kórház konyhája, ahol a betegek étkezéséről gondoskodnak. A konyha utoljára 1998-ban esett át egy részleges felújításon, azóta itt nem történt semmilyen fejlesztés, így a berendezések és a főzőüstök elhasználódtak, műszaki állapotuk nagyon leromlott. Az elnyert támogatási összeg nagyobb részét a konyha padozatának és a szigetelésének cseréjére, valamint új konyha technológiai eszközök beszerzésére fordít. Összességében 122 millió forintot nyertünk el ezen a pályázati lehetőségen, ebből 102 millió forint volt a konyhafelújításunknak a része, amely technológiai eszközök beszerzését jelenti. Saját forrásból még teszünk hozzá majd a kubatúrának a felújítására, 10 millió forintot fordítunk takarítógépeknek a felújítás beszerzésére, és ledes lámparendszert vásárolunk szintén 10 millió forint értékben. A lámparendszer kiépítése már elkezdődött, az öt takarítógép hamarosan megérkezik, a konyha felújítása a közbeszerzési eljárások lezárása után pedig május végén zárulhat le. A főigazgató hangsúlyozta, a fejlesztések folytatódnak a kórházban, amihez jó alapot teremt a gazdasági helyzet, ugyanis lejárt szállítói tartozása nincs a kórháznak. Lépünk tovább. Az elmúlt évben az összes szakmától bekértem, hogy milyen igények merültek föl. Ez alapján egy fejlesztési kész, terv készült, már részben készen van, és így fogunk tovább menni mind a műszerbeszerzésben, mind az oktatásfejlesztésekben, mind az épületeknek a felújításában. Remélhetőleg az energetika terén már nem sokára fog realizálódni egy pályázati szerződésünk, és utána pedig a többi rész, például a laboreszközöknek a beszerzését tervezzük majd. A főigazgató hozzátette az intézmény tovább tartja magát az elmúlt években is jellemző szigorú gazdálkodásához, a fejlesztésekkel pedig igyekszik emelni a betegellátás színvonalát.